De hogy Péternek hívjál, vigyázz, szoktál geszti. Vigyázzatok, mert már be van kapcsolva a mikrofon, csak mondom. Én nem javítanak mindenkit. Egy kis kanálnak hozzá. Igen, egy... Itt a Hit Rádióban. Szóval a kollégáktól egy kis kanalat kérnénk Németh Sándor létére, ha így ülök. Nem lehet azt, hogy... Szandor, nem lehet azt, hogy... Élőben ne, vagyunk már. Várj, amikor nem tudom a választ, akkor azt mondom, hogy Sándor, hozok egy kis kanalat bármikor. Jó, tehát legyen ez a menekülési útvonal. Nagyon jó. Teával, meleg teával megkínáljuk a... Akkor így bele is csaptunk a lecsóba. Károly. Sok szeretettel köszöntöm Gesztesi Károly színművészt, szinkron színészt, és Németh Sándort, a Híd gyülekezete vezető lelkészét. A hangulat már adott, sziasztok! És Facebook Live-on keresztül is üdvözöljük a nézőket. Ugye üdvözölhetjük, Zoli, köszönjük. Szobota Zoltán mindent megtesz annak érdekében. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És közösen kívánunk mondjuk 1, 2, 3 kellemes karácsonyi ünnepeket! Jól olvastam szájról? Hát szinkron, szinkron színésznek könnyű. No, de egy kicsit beszéljünk a licitről. Hát több annál, persze. És majd mindjárt jól el fogtok beszélgetni. Úgy mutasd be. Most maradok, nem megyek ki Kálló. Akkor mutasd be te. Ez jobban tetszik. Jobban. Sándor, mutasd be te. Minek látott Károlyt? Hát hagyd teázom már. Jó, akkor teázol, addig beszélek. Minek látom Károlyt? Igen. Újjászületés folyamatában lévő Isten emberét. Halleluja. Halleluja, köszönöm, uram. Muszáj, hogy beszéljek a licitről, hogy gyűjjön a lé, hiszen a Hisz szeretett szolgálata programjai részére gyűjtünk. Tűzifa program plusz gyermek étkeztetés, ez a két fő cél. És ezért ajánlottál föl Sándor több személyes tárgyat is, és ezúton nagyon köszöni a Hit Rádió. Illetve azért valljuk be őszintén, hogy te bejöttél a lakásába, és szeretnéd össze a személyes dolgaiban. Ez immár hagyomány. Örömmel adtam át, mert én is fontosnak tartom, hogy a rászorulókat támogassátok. Így van, úgyhogy azon vagyunk, hogy minél több összeg befolyjon ebből a licit sorozatból. Németh Sándor pecsét gyűrűje itt van valahol az asztalon, nagyon szép. Nem tudom, hogy Károly látta-e már. Nem, ugye, megmutatom megnézni. Neked egy pillanat, addig beszélgessetek. Viszont... Károlynak már, hogy gyorsan 2 millió forintot ígérjük. Kappásból. Ezt szoktam látni rajtad. Ezt? Nem, ez valószínűleg mostanában van nem. Van egy pár gyűrű. Dolan van rajta? Nem. Megmondom, mi van rajta. Oroszlán tartja a tórát. Oroszlánok tartják a tórát. Tehát az jelenti, hogy a Juda oroszlána és a törvény. Ez jó. Tehát egyszerben van az új szövetség és az ószövetség. Károly! Akkor viszont én hadd mondjak én is valamit, hadd ajánljam föl Király Gábortól, aki nagyra becsült barátom, az Európa-bajnokságon abban a nadrágban, amiben végigvédte az EB-t, azt én megkaptam tőle aláírva, akkor hadd dobjam ezt most be. Ez most komoly. Így a közösbe, igen. Károly, nagyon szépen köszönjük. Tehát Király Gábor kapus nadrágjáról van szó. És Lukas egy picit, de az azért az Lukas, még többet ér. Mert... Jó, akkor ezt adj, de szeretettel. És miért Lukas? Hát azért, mert abba védett. Hát kilukadt a nagy vetődésekből. Melyik? Hát a válogató. Az EB alatt. 2016-os EB, amikor a 8-at döntőig meneteltünk. És Gerályi volt a... Köszönjük szépen. De azért... Hát azért... Nemzetközi sajtó is foglalkozott. Ez egy királynadrág. Ez nagyon sokat fog érni, az biztos. Hát akkor gyorsan valami illusztrációs fotót kiteszünk erről is, és ki kéne találni a kikiáltási árát, szerinted, hát ezt, Károly? Sándor, te mit egy érzel? Ilyen királynadrág? A nadrágra. Egy 50 ezer forint. 50 ezer, induljon, rendben, hadd szóljon, 50 ezer forintért kikiáltjuk, tehát ebben a szent pillanatban Király Gábor kapus, fantasztikus labdarúgó válogatott nadrágját. Egész Európa foglalkozott a nadrágban, és átmeneti ideig divat is lett. Ezt nem is tudtam. Nem átmeneti, hát én megmondom, hogy kaptam ajándékba az igazi, tehát azon kívül is még egy szettet, de azt most nem ajánlom. Marad neki nadrág. Ezt nem tudtam. De neked szerzek egyet majd a pihenő időre. Mekkora méret? Jó, nekünk jó lesz. Most a héten. Mit? Az Internacionálétól egy olyan messz, hogy minden játékos aláírta. Hát ezzel nem tudok. Ezzel nem lehet versenyezni. Ez nem. De ezt nem, nem bocsátjuk most pillanat, picitre. De ezt bedobtad a közösbe? Hogy? Ezt bedobtad? Ezt nem dobtam. Ezt nem dobtam. Akkor viszont én bedobok még egy dolgot a közösbe. Elajándékoztam már. Gondold át nyugodtan. Átgondoltam. Nem, ez olyan nagy dolog volt, hogy van egy vízilabdám, a vízilabda válogatottól. Szerintem az 50. születésnapomra kaptam, aláírva én azt is bedobom.
Biztos vagyok. De a biztos hallgatók tudják meg, azért elmondom, hogy a Károly a Ferencvárosba vízilabdázott. Hány évig vízilabdáztak? Hát pár évig nem voltam jelentős, de jó voltam. Az én unokabátyám a Wiesner Tamás, aki viszont válogatott vízilabdázó volt, az és mindig mondom, hogy ő vízilabdázott többet nálam. Tehát a fiaim is vízilabdáznak. A nagy. Na most éppen abba hagyta egy kicsit, de majd vissza. Abba hagyta? Majd visszaverjük őt. Ez is gesztesi gyerek, látok. És miért mondtad? Elkezdődött. Majd erről is beszélgetünk, hogy milyen az a gesztesi gyerek. Tehát ez egy labda akkor, ugye? Igen, és van rajta aláírva. De természetesen aláírva. Aláírva a labda, ezt is bevesszük a sorba, valami illusztrációs fotót kiteszünk róla. Kikiáltási árat kéne belőni. Sándor, jó. Ő a businessman, igen. Tehát 50 ezer volt a nadrág, király nadrág. 25? Csak a vízilabdát így alá becsülök. Hát miért? Tudod, mennyit kell gyakorolni arra? Hát ő is mivel volt? Focimánia. 51. 51? Hát, soknak érzitek. Mindig magasabbra. Lehet, hogy a vízilabdás férje már jelentkezik a labdára. Húha. Húha. Csak nem a Marci. De. Ő is vízilabdázott, tudod? 50. Mennyit? Hát ezt nem írta meg, de hogy megveszi. Hát akkor... Mennyi legyen? 50 ezer? Nem, Sándor mondja, jó. Hát 25-nél mondjál már többet egy kicsit. Legyen 50. 30. Jó, elfogadjuk. 30. Elfogadjuk. 30, jó. 30 ezer, Marci. 30 ezer, de beszéljük meg, hol állunk meg, innen üzenem. Tehát akkor 30 ezerért kikiáltottuk Gesztesi Károly vízilabdáját, és erre is lehet licitálni, hallgatók, hajrá. És akkor Sándor, felmutatnád a hallgatóknak a Bibliát? Ott van az a Biblia, ami itt játszik van, még. Igen, gyönyörű, szép. Mutasd be. Mikor jelent meg ez a Biblia? Egy éve. Körülbelül egy éve. Egy így éve van, nálam. Így van. Egy éve van. Nálad nagyon szép, használtad. Igen. Barna, azt, bordó. Azt elmondom a hallgatóknak, hogy ugye több Bibliát használok, ez viszonylag nagyon jó állapotban van, a többi is jó állapotban van természetesen. Szerintem kenet alatt van. És szerintem, és én amikor hoztam el a dolgozó szobádból, éreztem. Istennek az igéjét, mint aki a boltból veszi. És alá is írod annak, aki a legtöbbet kínál, persze, érte. Persze, de minden mondatát fölkeljük Isten igéjével, Isten szellemével. Így van. Úgyhogy itt van ez a Biblia, erre is lehet jelentkezni, és hát Németes Judit, a kedves feleséget, Swarovski gyűrűje is ott landolt valahol. Megmutassam azt is? Igen, én Károly, én vettem neki ajándékba? Nem emlékszem. Olyan sok ajándékot kapott tőlem, hogy én már nem emlékszek melyiket. Mondjuk ezt, és akkor többet ér. Tehát fogalmam nincs, hogy honnan van. Ez egy gyönyörű, szép Swarovski óriás kővel ellátott gyűrű tehát, és a kikiáltási ára 50 ezer forint. Erre is lehet jelentkezni. Ez nem a, nem a pár, ne, hát akkor én szégyellem a 30-at. Hát tessék ezzel többet. Már milyen 30-at szégyelsz? Hát ez így a 30. Te ilyen szoktál venni a feleségednek? Vagy illetve a felesége is meg? Erre most nem készek a nalat? Egyben a lábam, sikos pályára léptünk. A fagy van, tudod, mindig van. Jégen járni. Kezdjük a nőügyekkel. Jégen járni. Mi lenne, ha dobnál egyet, Karcsi? Igen. Mert hogy itt van a társas játék, és erre is lehet licitálni, amivel most elkezd Károly játszani, kipróbálja a legújabb bibliai társas játékot. Hát, én dobjak a Károlynak? Hát ahogy akarjátok, valaki dobjon, de akkor az lépjen is. Egyes. Na, tessék. Már is egy. Akkor egyet lépjen. Hát lépj egyet előre, igen. Tehát elindultál a startról, ez már nagy dolog. Nincs zöld. Most bajban ott vagy. Ott van, választhatsz más szint is, én csak kiraktam kettőt. Ja, én MTK vagyok, nekem az jó. Lesz-e piros? Az MTK kék. Hát én maradok a kék. Na. Most én léptem le, amit te dobtál. Most én megdobok neked. Igen, közben valaki tett egy ajánlatot. Na. Nálam is lehet ajánlatot tenni, aki ismeri a számomat. 40 ezer Marci a labdára, Debi, beírod? 40 ezer Marci a Gesztesi Károly vízilabdájára. Mikor húzzunk? Most húzz egy kártyát, én igen, már, egyből húzni kell. Már apád is lépett. Tényleg? Igen. Akkor először te húzzál, utána apu. Én húzok először. És akkor halljuk milyen a kérdést. Milyen nemzetiségű volt? Ja, igen. Halljuk a kérdést. Na, a pillanat. Jó volt ez a kanál ötlet, ez jó volt. Fölolvassam addig. Milyen nemzetiségű volt? Ruth. Na, milyen? Mondhatod az ige helyet, és akkor súg. Segít.
Itt van az igehely, egy... Én tudom egyébként, ezt út, tudom. Egy, három, hány pontot négy. Ér a válasz? Azt nézzük a meg. Ott alul pont. Két pont. Hát igen. Ez a tiéd lesz. M betűvel, M betű, annyit segítek, na, Károly, M mint Mária betűvel kezdődik a nemzetiség. A nemzetiség? Nem szerették a zsidókat. Ugye, apu? Nem szerették. Nem, megakadályozták. Meg akarták akadályozni az izraelieknek a Kánaán földjére való menetelését, ez az egyik, és még egyet segítek, hogy az ő királyuk kérte meg Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt. Melchi, hogy hát Bálák volt az a király, aki megkérte, de hogy... Bálák volt a királyuk. Na? A moabiták. Úgy van! Azt tudom, mert a... Sőt, azt tudom... Nagy csata volt, de ott már mintha lett volna Fridláda is. Melyikről beszélsz? A moabiták és a... Várj, mert megmondom, hogy honnan jut egyébként eszembe. A Madács Imre Mózes című darabjából, amit kb. 100-szor játszottam, mint nemzeti stúdiós. És rohant az Imre bácsi, Sinkovics Imre, mint Mózes. Én tudom, hogy kivel láttam őt elsősorban. Sinkovics. Így van, hát és a Major meg... Tamás volt az ördög Lucifer. Micsoda felhozata! Hát ott volt egy nagybátyámtól, tudod, kaptam az ingyen jegyeket, és mindig az elsősorban ültem, és ott lestem. A Major úgy szólalt meg, mint azt hittem, hogy a tényleg az ördög leszállt a második égből. De Sinkovicsnak pedig milyen hangja? Ah, nagyon pazar. Ez hány de éves korodban? De, tessék? Ilyen 20 évesen? 19. Azért nagy élmény lehetett 19-20. Ezeket látni a színpadon. Nem, hát az egy nagy generáció volt, de hát a Karcsi tudja nagyon jól. Hát én tudom. Ugye akkor még a Várhidi is, hogy hívták? Bánhidi. Hidi. Hogy hívták? Váradi Hédi. Elnézést már. De nagyon nagy színészek voltak. Hát de apád mesélt, elmondhatom? Igen. Latinovics Zoltánnal forgatott, illetve valami rokon volt kellékes abban, talán a Bang Bang filmben. És mesélted, hogy milyen megközelíthetetlen volt a Latinovics, hogy de veled ejtett néhány szót, senki nem mert közel menni, az akkor majd emlékeztetlek rá. Ja. Nem, az a televízióban volt. A televízióban volt, igen. Forgat. Na, de Várkonyi volt a rendező. Ügyesen eltereltük a szót a Fridládáról. Lehet, hogy te az a kevered, amikor a nagybátyám véletlenül bevitte olyan valamelyik jelenetben, hogy abszolút nem a át kellett öltözni a Sinkovicsnak egy jelenetben, és aztán valahogy úgy a színpadra keveredett élő adásba. Tehát, azt nem, azt nem is mesélted. Nem ezt mesélted, de ez jó. Ja. De ez jó sztori, ezt mesélheted. Ja. Na, most akkor visszatérve, tehát milyen Fridládára gondoltál? Hagyjuk a Fridládát. A lényeg az, hogy a moabita válasz. Van, megmondom, amire gondolt ő. Arra gondolt, amikor az izraeliek kivitték a Fridládát a háborúba, a filiszteusokkal háborúztak, és a filiszteusok legyőzték ennek ellenére izraelieket, és a Fridláda a filiszteusoknak a tulajdonába, illetve birtokába került, átmeneti ideiek. Akkor volt Éli főpap, és ugye az Ikábod korszak volt, oda lett az úrnak a dicsősége. Lehet, hogy erre utalsz, mert akkor ebben a háborúba vitték be, amikor akkor megijedtek nagyon a filiszteusok a Fridládától, hogy jaj, itt van Isten ládája, de mégis végül legyőzték Izrael fiait, mert Izrael bűnbe élt. Á, így és, van. És... Így van. Na, ugye? Jó, de még Lukacsis nekem, még a pazit össze kell. Ha valami extra mezőre léptek, szóljatok. Az utóbbi hány éve, fél éve foglalkozok Bibliával komolyabban. Másfél-két éve. És olvasod rendszeresen? Olvasom, de olyan szinten, hogy most elmondtad. És érti is, jó hozzáállása van. Ajánlom neki, hogy az akadémiára, hittudományi akadémiára. A Szent Pál akadémiára jelentkezem. Hát, mint ahogy a kedves fiad a Máté. Lehet, hogy nem, de lehet, hogy elárulom most, de én pont másfél éve a RUF-nak rendszeres hallgatója vagyok, 70 hajnalanta. Az nem legitim. Jelenkezzél az akadémián, sikeres felvétel, biztos, hogy lesznek segítőid, akik segítenek felkészülni, és azért mondtam, hogy több, mint színész. És utána teológus. Színész, teológus, művész, zongorista, karizmatikus dalszerző.
előadó, predikátor. Jó. No. De akkor most szavamat vetted, de felvételizek jövőre, erre szavamat adom. Ez komoly? Húha, ennyi ember előtt? Jó. Úgyis terve volt véve, de most ki is mondtuk. Hát ez óriási. Ezért jó, hogy játszunk ma reggel. Amúgy melyik a kedvenc könyved a Bibliából? Megmondom szintén, hogy úgy vagyok, hogy van egy színész kollégánk, aki nem magyar és nem is, de egyébként jó színésznek tartom, és olvastam a napirendjét követ fél éve, hogy ő minden reggel Bibliával kezd. De nem hirdeti, ezt csak leírta, amellett, hogy utána elkezd edzeni, megreggelizik és elmegy dolgozni. És megmondom őszintén, hogy elkezdtem ezt, tehát van egy korai kelésem, és van egy határ, hogy mi alatt nem, de mindig a fölött olvasom, de nem azért, nekem jó. És így indítom a napot. De jó, ez hát igen, nagyon de jó az példa. Nincs kedvencem, mert össze-vissza olvasom a Szentpát, a Károlit. Igen, mert majd valami rendet kell rakni, de most, hogyha például valamit prédikáltál, nem tudom mit, amit én hallgattam egy autóba, és akkor egyből átcsaptam. Prédikáltam, nem tudod, hogy mit? Nem, mert te is össze-vissza idézel a nem úgy! Egy szombati alkalmat meghallgattam az autóban éjszaka, és valamiről beszélt, és egyből oda csaptam, teljesen mindegy, hogy kinek a könyvében, és egyből ott kezdtem elolvasni, aztán megint másról kezdtél beszélni, megint oda csaptam, tehát egyben nem tudtam még így elolvasni, de általában háromfélét olvasok. Beszédben is ugye mind a ketten szeretjük az inspirációt, de azért van a rendszernek egy belső logikája. Igen. Ezt ti értitek? A rendszerben nincs, igen. Ez neked megvan, Károly? Képes Biblia, új szövetség. Biztos. Hát az én mamám, a drága mamám az minden. Beszerez de minden. Az el kell, hogy mondjam, elárulom a Geszési családról egy biblikus család. Abszolút. Hát a kedves testvére, a Márti, ő így van? Pláne. Így van. Ő volt a tékozló bárány hosszú éveken keresztül. Ez is így van, ezt bevallom. Hát, ha lesz majd egy kérdés a tékozló fiúról. És az család tagjain határozottan látom azóta megkönnyebbülést. És ez így van. És akkor elmondom, hogy a Sándor megismerte mamámat, de akkor megtértem már ez volt. Március pontosan 2 éve, március 12-én lesz most 2 éve. Azért nem azt mondod, mint általában szoktam, hogy gyerekkorom óta hittem, hogy és megtértem, és mindig is az Urat szerettem. Amikor ezt hallom, leülök a földre. Hát akkor miért kellett Jézusnak meghalnia? És akkor bemutattam a mamámat neki, és azt mondta, hogy ránézett, megfogta az arcát, és akkor most már értem. Csak ennyit mondtad. Az valamit a szív. De jó. Na, akkor... Nem, de hát látni rajta, hogy van. A hatalmas nagy változás volt. Még ezelőtt 2 éve megbeszéltünk vele egy ebédet, és aztán 3 óráig tudtam, vártam. Hogy emlékszel rá. 3 óráig vártál rá? Igen, ez óriás. Hát akkor igen. Most nagyon örülünk, hogy beértél ide. Nem, ez, 11-re. Ez akkor még másik ember másik tette ember. Ezt. Most már az új ember. Várta, Leventével vártuk az ebédre. De tudtam, hogy... El voltunk készülve, hogy megtérítjük a karcsit. És aztán sikerült. A Karcsi mondta, hogy utol van, mindjárt odaér. Ezzel áltatott bennünket több órán keresztül. De akkor utána csak megjelent. Nem. Nem jelent meg. Na, hát. De most itt ül. De jobb ez így. Most itt van. Na, csoda. Tehát én ezt tudom, hogy az, hogy ma 11-re idejött pontosan, és itt ül mellettem. Ez már önmagáért beszél. Semmi más, mint Isten munkája. Így van. Ez így van. De hát azért a színész szakmában nagyon pontosnak kell lenni. Olyan is, hogy Győri Győrben a előadás. Hagyjuk. Játsszunk már egy kicsit. Hagyjuk. Nem, nyugodtan. Színdarab kezdődött volna, és várta mindenki a Karcsit. Karcsi mondta, hogy dugó vagy, mindjárt odaérsz. Nem, de ez ritkán, gondolom ritkán de ez fordul mind régen volt. Ezeket, igen. Azt tanultam tőle, neked temetni ezeket. Tiszta lappal indulunk, tiszta lappal, igen. Ez fejezd meg nyugodtan, mondd el, mert nem, ez egy tanulságos. De nem, én azt mondom, hogy milyen nagy változás van, igen. A Karcsinál. Képzeld, de vártál az egész színtársulat, és elmaradt az előadás. Karcsi, sehol. Mert kiderült, hogy Budapesten van. És el is maradt. Nézd, ez hozzátartozik, hogy hát 5-6 éves pályafutásom, mert ez az egyetlen előadás, ami miattam elmaradt a sok ezer mellett, de nagyon helyes egyébként, hogy ez megragad sok emberbe, ez azért van, hogyha sokszor maradt volna el, akkor azt mondtam, hát ugyanaz. Természetes. Én nem vár tudom, képen, tudom, hogy miért tudom. Én nem vádollak téged, tudom, hanem azt tudom, mondom, tudom. Hogy aki a Karcsit ismerte régebben, hogy mi volt a szokása, és most,
tényleg látni, hogy a Karcsiban... Változik. Igen, folyamat is, de konkrétan van változás. Tehát ki lehet mondani kijelentésképpen, hogy a Karcsi megváltozott! Ezt te is érzed magadon? Érzem, hát csak érzed? Azt akartam, hogy ő láss, és ő mondja ki. Aha. Mert én mondhatok bármit. Na, Karesz, igaz? Ez igaz. De amúgy igaz. Még miben változtál? Nézd meg, mindenben. Hogy mosolyog. Mindenben. Csak kár, hogy a hallgatók nem látják. Teljesen már úgy mosolyog, mint aki tele van Szentlélekkel. Hát remélem, hogy így van. Nagyszerű. De van még olyan, amiben így fellelted így a minden? Minden. Aha. Akkor nehéz így kiemelni. Egyszer azt mondtam, még két, nem tudom, amikor elkezdtem komolyan járni, hogy úgy lesz, hogy és meglátod, hogy mindenben ott lesz a változás, mindenben, a gyerekeidben, a szüleid, mindenkiben, és ilyen hangok mondta, hogy téged utároznak. És ez jön magától, egyben van az egész, nem az, hogy és akkor ebben igen, abban kicsit, nem, ez jön. Hát ez egy hosszabb beszélgetés, vagy itt maradunk. Tehát munkálkodik a Karezban az úr. Hála Istennek. És fiatalodik. Abszolút, nagyon jól nézel ki. És mi lesz, hogyha megneveztem a szakállamat? A múltkor azt mondta, hogy egyiptomi, bár most egyiptomiak borotválkoztak. Most igen, erre én is emlékszem. Nézd, sose lehet tudni, hogy mikor lesz szükség, hogy szakállas legyél. Ha egy bibliai hőst kell előadni, akkor mese nincsen, szakállat kell növesztened. De az szívesen. Az jó, múltkor dicsérted, hogy milyen jó. Például év végén valamikor majd előadunk egy nagy bibliai jelenetet. Te leszel vagy Ábrahám. Az jó, már el is fogadtam. Vagy Mózes. Vagy Mózes, de, amit mondasz. Lehet választani. Na, milyen jó ötlet. Nekem mindegy, nem jó. Meglátjuk. Az. Jó, na, de akkor Sándor, te is dobtál, tehát úgy vettem ki, hogy beszállsz a partiba. Ezt a kérdést is átadom a Karcsinak, jó? Olvasd fel, aztán aki tud, válaszol rá. Hát, hogyan teremtette Isten Évát? Hát ezt a Karcsi hát ez gondolom csak egy pontos, nem? Én csak egy feleségű vagyok. Na hát akkor igazad. Ez számol, a negyedik döfés. És hány óra én van? Én udvarias vagyok. Az én döfés, ez szép arány. A kisebbségben vagyok. Jó. Hát, hogy teremtett? Ja. Hát az oldalbordából. Így van. Igen. Tökéletes. De mit csinál, hogyan az oldalbordá? Hát úgy, hogy... Most pedig ezt nagyon tudom, csak most zavar mindig, amikor... Tudom, alvás közben, az jó. De hogy van erre egy, ja Istenem, pont egy nagyon jó idézetet, most nem fogok neked idézni. Látod, mellettem mindent elfelejt az a... Jó, bejönnél a színpadra mellém, akkor te is elfelejtenél. Hát, mit felejtenék el, az biztos, hogy a színdarab nem jut be. Az a baj, hogy tök egyszerűen tudom én a történeteket, de azt most ilyenkor kell... Tehát álmod bocsátott az úr. Igen. Ádámra. Egyébként miért egyedül volt Ádám? Ugye azt mondta, az úr, hogy az úr is látta, hogy nem jó az embernek egyedül. Nem jó az ember. Hallod? És Isten ezért az embert férfiúvá, hímnemű férfiúvá, és nőnemű asszonyjá teremtette. Most a jelző is fontos már 2018-ban, hogy hímnemű férfi, és nőnemű nő. És álmot bocsátott rá az úr, és kivette a oldalbordáját, és ebből megformálta az Évát, és amikor meglátta Ádám, na, mit Évát mondott? Mit mondott? Mikor Ádám meglátta Évát? Na, ez jó, azt nem tudom. Mit ez? Csontomból való húsomból vér. A vért nem mondta, tényleg? Csontomból való húsomból. Érdekes, hogy a vért nem mondta. Mert a hús és a vér az egyben van. Vér nélkül nincs hús. Ez így aki van. Elhagyja az emberi testet, a vér, azonnal a hús eltűnik. Csontvázzá válik. Igen. De akkor elfogadjuk a választ. Persze. Elfogadjuk. Én nem elfogadok. Csak hány pontocska van? Vagyok. Csak egy kicsit ezt a társast is népszerűsítsük. Két pont, akkor igen. Még kettőt lépj előre, légy szíves, aztán megnézem, hogy valami különleges mezőre lépsz-e. Nem nekem is kellett lépni az előbb, akkor én tűzbe léptem. Az a tűz az valamit jelent. Mindjárt megnézem a súgógépen, hogy mit jelent az a tüzecske. Sára meghallotta, hogy Ábrahám vendégei a következő évre fiat ígértek neki. Tudok mindent. Tudsz, na halljuk. Na mondja. Nevetni kezdett. Igen, Sára igen, nevetett. Lett, így van, és ezért lett, ugye, Izsák. Tökéletes. Mit mondott Sára? Mondani? Hát te nevetett. Mondott egy mondatot is. Sára nagyon örült, te pedig újra dobhatsz egyébként, mert majd ez... Olyan jó lehetne. Mert ki fogom találni. Lehetne neki tudom. Még gyönyörűsége. Ja. Ezt mondta? Hát úgy tűnik. Ja, azt én se tudtam. Hát igen, már most úgy vagyok veled,
elmondom, hogy amikor elkezdem a forgatást, az első mondat mindig nehezen jön ki, és már 30 éve csinálom, hogy zavarba vagyok, de, és amikor az előbb kérdezték, hogy zavarba voltam, már most nem vagyok zavarba. Tehát most már nyugodtan kérdezi bármit. De az a jó, Karcsi, nem látszik soha, nem ha zavarban tudom, van. Tudom, azt tudom. Karcsi meg látszik. Az két külön világ. Nem olyan zavar. Mindegy, én tudom azt. Te ismered magad. Tehát újra dobhatsz. Apádnak is lépni kell négyet, nem kettőt. Ez most kinek volt a mert? Ez én voltam. Ez te voltál. Aha. Ezért most mi jár? És most újra dobhatsz, mert tudtad. És, na jó. Ja, Dob újat, 5 pont, igen, közben ugye ezzel reklámozzuk ezt a nagyszerű új társasjátékot, amiért most egyébként lehet licitálni. Most neki, nem? Egy kártyát? Igen, újabb kártya jön. Neked meg le kellett volna lépned a négy. Négyet. Ja, nem, kettőt léptél. Igen, a kártyát kettőt mondott. Csak lépjek kettő helyett? Jár azért. Milyen kártyám kettőt mondott? Amire én válaszoltam. Helyesen megválaszoltam, Karcsi. Az Évára. Igen, az Évára jól válaszolt, és neked azért 2 pont jár. Ja. Két lépés, de most előre mentő egy csillagba. Egy csillagba? Az dupla pont. Majd a következőnél, a következő kérdésnél, de akkor Karcsi, légy szíves, húzz egyet. Az íjászra húzni is kell? Már íjászom vagy? Én íjászom. Na, akkor Ábrahám hosszú távú ígéretet kap Istentől, lépj előre 10 mezőt. És nem ez igen. Most megúsztad a húzást, de lehet, hogy most nem fogod. Hát ez itt üres. Üres? Akkor most húzni kell. Nincs kegyelem. Most húztam, az előbb mondtad, hogy húsz. Most ennyi úgy fog kinézni, mint a Diák Olimpián, amikor csablacsos és 40 kártya. Az az igazság, én is most tesztelem ezt a társast. Volt is. Halljuk a kérdést hangosan. Hangosan! Igen. Várjál, mert azt akarja mondani, mint mi lenne, hogyha mi lennénk egy csapat? Hol volt az a ládája, amikor Dávid veled vagyok, Karcsi, veled vagyok. Inkább apádat. Kösz. Kirját járimba. Hát ez nagyon nehéz. Mi volt a kérdés? Kirját járim. Hol volt Isten ládája, amikor Dávid fel akarta vinni Jeruzsálembe? Kirját járim. Az a helyes válasz, most már tudjuk. Ez 5 pontot ér, vagy mennyit? 6-ot. 6-ot. Ja, 6 pont. Egyébként az a logikája, minél nehezebb a kérdés, annál több pontot kapsz érte. És azért ez tényleg nem egy most szokványos. Most van egy játék. És tetszik? Nekem nagyon tetszik. Én nagyon ajánlom. Vagy lehallgatok. Én nagyon ajánlom. Megmondom miért. Mert hiába is nektek elmondhatom, hogy hiába olvasom a Bibliát, és sokkal, emlékszem, amikor nagyon régen egyszer mondtam, hogy én nem értem. Én nem értem. Valamitől nem. Aztán már sok mindent tudok, hogy nem, mivel nem kell érteni, mivel kell érteni. De ez állati jó arra, hogy például, hogy most kimondtad, nem tudom, de ez is valószínűleg meg fog ragadni bennem. Tehát alapokat letesz, igen, amire aztán majd érdekel, tehát én 30 évig jártam a szállodákat külföldön, minden, és ott van a Biblia, a éjjeli szekrény, sosem néztem bele. Egyet értek a Karcsival, és ki szeretném egészíteni azzal, hogy a Bibliáról az emberek nem tudják, hogy hogyan kell beszélni. Tehát egymás között beszélgetni a Bibliáról, mert ugye annyira szakrálissá tették a Bibliát, például katolikus egyházba csak akkor veszik elő, amikor felolvasnak, az elteszik, a legtöbb katolikus embernek nincs is otthon Bibliája, ez az igazság. Akik pedig protestánsok olvassák, kevés az, aki a személyes kommunikációba beszélget a Bibliáról. Ez a társasjáték kiválóan alkalmas arra, hogy a családban tematizálja a családtagoknak a beszélgetését. Tényleg. De a Bibliáról. Abszolút. És nem olyan didaktikus. Igen. Igen. És tehát mondjuk, nem kioktatás. Így van. És a tanítás is kell persze, de az ugye az is intézményesült. Uh-huh. Ez viszont olyan polgári, családi csevegésre, beszélgetésre ad inspirációt, amivel meg lehet változtatni az otthonnak az atmoszféráját, légkörét, úgyhogy karácsonyi nagyon ajánlom, estékre, hogy pláne a rádióhallgatók vásároljanak azonnal. Meg licitáljanak, hát a... most ezt, amivel ti itt most játszotok, azt valaki elvihetné, a kikiáltási ár, már is mondom, hogy mennyi, azt mondja, hogy 30 000 forint. Amúgy meg lehet venni ugye ezt a társas, de ennek az a különlegessége, hogy ti játszotok vele, és alá is fogjátok írni. Tehát 30 000 forintért, kedves hallgatók, kikiáltjuk ezt a társasjátékot, azonnal vigye el valaki. Élőadásban is ugye lehet ajánlatokat tenni továbbra is. Igen, egyébként jönnek be ide az ajánlatok, tehát például a pecsétgyűrűt, ha már itt tartunk, 340 000 forintnál tart, a Biblia már 180 000 forintnél. Jó.
Halleluja. Petro Bertson dedikált könyve 25 ezer, a Swarovski gyűrűre még nem érkezett ajánlat, de várjuk, a vízilabdád 40 ezernél áll. Férfinak nem kell Swarovski gyűrű. Hát a feleségének miért nem veszi meg valaki? Ez igaz. Ugye? Vagy a leányának, bocsánat. Vagy a leányának. Elnézést. Igen. Nem, nagyon szép a gyűrű. Ugye? Ezt lehetett látni? Hát kint van egyébként a Facebook oldalunkon is a fotója, meg valamennyire biztos, hogy látszik. És hát itt van Király Gábor kapus nadrágja, amelyet Gesztesi Károly hát kapott Lukassan meg személyesen. Lukasan is sokat ér, pláne így ér sokat Lukasan. Hát úgy, nem látok, hogy lenne felajánlás. Hát de majd érkezik, én bízom benne, és akkor itt a társas. De akkor térjünk vissza, tehát hogy a Bibliáról beszélgetni kell, és említette Sándor, hogy ez egy nagyszerű hát alkalom. Ugyanolyan konkrét történelmi szereplők, mint a történelemben bárki, sőt, ezek a történelmi szereplők messze menőkig kiemelkednek a szekuláris történelemnek a főszereplői fölé. Uh-huh. És akkor szerinted hogy lehetne erről mégis olyan emberi, természetes módon beszélgetni? Mert tényleg, amit mondtál, szóval, hogy sokak fejébe ez így el van teljesen távolítva, hogy na ez a vallásos világhoz tartozik, és a hétköznapokban egyáltalán nem jelenik meg. Ugye ennek van egy pszichológiája a társas játéknak. Például most láttuk, a Kacsi dobott egyet, gondolkodik a válaszon. Egyébként, ha nem dobott volna, nem jutott volna, hogy eszébe ez a kérdés, de szembesítették őt egy kérdéssel, hogy hol volt Isten ládája, amikor Dávid fel akarta vinni Jeruzsálembe. Ha nem is tudja az ember a választ, akkor is létrejön benne erre a kérdésre való adott válaszszal kapcsolatosan a kíváncsiság, hogy mi erre a kérdésre a válasz. És ha kimondja, hogy nem tudom, akkor is jó, mert a társaságban ott van olyan személy, aki átadja ezt az infót, hogy Kirjat Jearim, és ahogy mondja Karcsi, hogy valószínű, hogy ezt sokkal jobban meg fogja jegyezni, mert biztos vagyok benne, hogy már találkozott a Karcsi ezzel a névvel, csak a sok bibliai név közül nem ugrott ki Kirjat Jearim. Így van. Hát nehéz. És még egy dolgot hadd mondjak el, hogy volt nekünk egy Hegedűs Géza nevű drámatörténet tanárunk, aki arról volt híres, csak azért a játéknak mondom, hogy miért jó, hogy racsolt, nagyon helyes, kedves bácsi volt, már amikor megismertem, kicsit idős volt, de fantasztikus szellemmel, azt mondta, hogy hát gyerekek, akkor a Homeos, júj, ami szó, és mindenki így jött, miről szó, hát elmondott, hát az fél óra minimum. Na, két fiatal egymásba szeret, a szülők gyűlölik egymást, a két fiatal öngyilkos lesz, hát ennyit, a csúnya történet, ez a Rómaios Júlia. Aztán még egyet elmondok, és elmondom, hogy mi az összegedés. Az a harmadik hiád. Igen. Hát ez egy nagyon súlya történet, pedig ő csak fubos volt, és nem bírt járni, de nagyon gonosz ember volt, és tulajdonképpen egy harmadik hiád. És így miért jó ez? Mert lerántotta nekünk, az egész tanúsága az volt, hogy Shakespeare, aki ugye nagyon messze van gondolatban tőlünk, lehozta ide a földre. Igen. Hogy tényleg ennyi a történet, hogy két fiatal egymásba szedett. De a mitológiát is lehozta. Minden. Én annak az előadásaira jártam. Olyan hát akkor előadta, hogy bennem maradt. Ezt viszont te mesél, de elmondom, hogy miért jó ez, mert ugye az volt a kérdés, hogy történt, hogy Éva megszületett. Ugye volt egy ilyen kérdés? Igen, és most, hogyha, ha nehéz a Bibliáról úgy beszélgetni, hogy mert mindenkinek személyes a Biblia. Igen, a Bibliáról való beszélgetés, és nagyon sokat ártott a templom, meg az egyházi intézmények a Bibliának, be kell valami. Ludasak. Holott eredetileg a Biblia mindenkié. Uh-huh. Csak ugye nem olvashatták egy időben a hívők, nem is szabadott, vagy szabadott? Nem csak egy időben, évszázadokon keresztül. De amúgy miért nem? Én ezt sose értettem, hogy miért nem olvashattál most egy... Most hadd ne menjek ebbe bele, mert nem akarok ünnep közeledik, nem akarok megsérteni. Jó, akkor hagyjuk. Most senkit sem, mert az igazság sért, de az a helyzet, hogy megvolt ennek az oka, mert amikor a Bibliát megismerték az emberek, akkor mindig hát nagyon sokan rádöbbentek arra, hogy hát amit a templomban hallanak, az nagy szakadék válasza el. Te is ezt hallottad? Hát, de hát rengeteg írásban, drámában benne van ez, igen. Tehát
már kezdve mondjuk Isten császár paraszt című dráma, Mihály Gyula írása, és pont ezt taglalja, hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor a latinben az, hogy nem saját nyelveken volt, tehát nem értette az ember, nem tudott vele azonosulni, a paraszt bácsi, de hát azzal nem tudsz mit kezdeni. Így van. Tehát ezt most latinul mit tud vele kezdeni? Igen. Szóval, hogy akkor ilyen elérhetetlen volt a Biblia, misztikum viszont... volt. Igen. Ahogy Luther Márton mondja, annyira tisztelték, hogy betették a... vitrínbe? A polcba, fiókba, és úgy tisztelték. Luthernek a történelmi érdeme az, hogy kihúzta a polcot, a fiókot, és kivette a Bibliát, lefordította a németre, és utána elindult a Biblia fordításnak egy... addig ismeretlen divatja, hulláma, de hát nem több volt, mint divat természetesen. Mindenki elkezdett Bibliát fordítani, aki tudott görögül, meg héberül, de a legjobbak maradtak fent természetesen, és óriási változást eredményezett európai hitéletben is, kereszténységben is, de a kultúrában is, mert a nemzeti költészet például bizonyítható a Magyarországon, és az irodalom ennek köszönhetően fejlődött ki, és emelkedett fel nemzetközi rangra. Igen. Amíg előtte latinul írták a verseket. A Virág Benedek latinul írta verseit. Janus Pannonius latinul írta verseit. De Balassi Bálint már magyarul írt. Igen. Utána. Igen. Ja, a többiek is. Így volt? Igen. Közben még az jutott az eszembe, hogy hogy hála Istennek így a Biblia kiadásokért, szóval, hogy ez tényleg egy reneszánszát éli, hogy ugye magyar nyelven ennyiféle Biblia elérhető, ez óriási, de valahogy még mindig ott tartunk a magyar társadalomban, hogy ha például megyek valahova, és én bibliai idézetekkel állok elő, vagy bibliai történetekkel példálózom, akkor azért olyan furcsán néznek rám. Hát ezt meg kell változtatni, soha nem a kialakult kultúrához kell alkalmazkodni egy kereszténynek, hanem a kereszténynek úgy kell a regnáló kultúrához hozzáállni, mindazért nem egy statikus valami, hanem az állandó változás folyamatában van. Így kell hozzáállni, tehát én is meg akarom változtatni a kultúrát, meg remélem a Károly is a jövőben még jobban, és azért a változtatásnak a célja az, hogy minél több kerüljön be a logoszból, Istennek az igazságából. Hogy miért lett Magyarországon ez? Egyrészt ugye hát a polgári forradalma, tehát egészen vissza lehet menni a 18. századnak a végétől kezdődött el, a 20. század ez katasztrofális következményekkel járt a Biblia tekintélyére vonatkozóan, ugye a Biblia kritika, hiteltelenítették mitoszoknak a világába, taszították a Bibliát, és egyházi emberek is filozófiával, társadalmi tudományokkal kezdtek el foglalkozni, és igyekeztek a társadalmi tudományokat és a természettudományokat összhangba hozni a Bibliával. Amit nem lehetett összhangba hozni, azt megkidobták a Bibliából. Tehát, és akkor jött a kommunizmus, materialista világnézeteken alapuló politikai rendszerek, de a politikai rendszereknél még rosszabb a kultúra. És hát sajnos el kell ismerni, hogy a kommunistáknak volt kultúrateremtő képességük, és rövid időn belül olyan erős, masszív, kirekesztő kultúrát hoztak létre, amely szinte vonzó volt, mint a katolikus kultúra. Ez a helyzet. És ez... Vonzó volt? Nem az, hogy rákényszerítették nem, az emberekre? Nem, sajnos vonzó volt. A materialista alapon álló kultúra vonzó volt. Hát csak nézzük meg a világirodalomnak a szereplőit. Hát ami most a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években nézzük, meg kell nézni a színházakat, hogy kiknek a darabjait játsszák. Hát alig van hívők közöttük. Így van? Hát így sajnos, de hát... Ja. Igen, hát ez mind a 20. századnak a terméke. De ez egy átmeneti időszak. Nyilván a materialisták és a liberálisok azt hiszik, hogy ez a evolúciónak a tetőpontja. Nem. Ez egy átmeneti. És ugyanúgy a feledésnek a homályába fog eltűnni, mint mert volt a történelemben materialista korszak, a görög kultúrában is, hellén kultúrában is volt, mondjuk egyeduralkodó nem volt. Itt ugye a hatalom tette egyeduralkodóvá. A problémám nekem most az, például ha már itt vagyunk, hogy a kultúrában
a rendszerváltás szinte semmi változást nem hozott. Tehát nincsenek olyan bibliai alapokon álló emberek, akik jó színdarabot írnának, a regényt írnának, filmet csinálnának, de nincs ilyen. Érdekes, ez mert a, hangoztatva van azért, hogy kellenek a keresztény konzervatív. 50-es években ugye volt egy hullám Hollywoodban, amikor a Bibliával szimpatizáló rendezők ilyen filmeket csináltak, mint a Ben-Hur, illetve Mózes. És még a Barabást is ide venném, az is egy nagy film volt. És a Jézus életet? Én nekem nagyon tetszik a Barabás film is. Utána is voltak egy-ketten, de kinyomták, mert és most is látni, hogy nagy több meghatása lenne, hát olyan rossz filmet csináltak. Tavaly. Az, igen. Vagy nem. Még ebben az évben. Hát az elmúlt a Pálapostorról. Megnéztem. Nézhetetlen a film. Hát de Noéval mit műveltek? Na várjál. Tehát a Noét azt még próbálták professzionális szinten megcsinálni. Ez amatőr film. De képzeld el, hogy nyereséget hozott a rendezőknek, a producereknek. Aha, akkor még így is megéri. Tehát azt mondom, hogy megérni most is, mert óriási nagy igény van az emberekben a bibliai témájú filmekre, darabokra, de az a helyzet, hogy a kultúrát irányító diktátorok, azok ellenszenvesen figyelik a keresztény megújulást, de meg vagyok róla győződve, ez átmeneti. Ahogy fejlődik a technika, látjuk az interneten is, internettel kapcsolatosan, mindenki szerkesztő lett, mindenki újságíró lett. Persze megvan ennek a óriási negatív következménye, hogy egy olyan alvilágot, internet csőcseléket hoz létre, amely, hát, akiknek a véleménye majdnem egyenértékű a legjobb szakemberekkel. Ez a nehéz, a kiigazodni. Nem egyenértékű, hanem legalábbis olyan akkora tömeghatása van, az érték az egy más dolog. De hatásában sokszor nagyobb hatásúak ezek az internet csőcseléknek a hangja, mint egy komoly szakemberé. Tehát úgy látom, hogy minden területen ez lesz, és azt látom, a Károly talán meg tudja erősíteni, ugye nem ismerem most már úgy a színházvilágot, akkor, amikor ma utaltam rá, hogy mentem, a nagybátyám állandóan hozta az ingyen jegyeket, akkor nyilván megismertem, és láttam, hogy egy nagyon komoly, magas szinten zajló művészet, amit a Sinkovicsék csináltak, meg a Kálai, meg ezek, nem jut eszem, a Gábor Miklós, gyönyörű hangja volt Hamletben. Tehát komoly. Most viszont azt látom, hogy nagyon sokan főiskola nélkül, kifejezetten amatőrök, mennek be a színházba egyik napról a másikra, főszerepet kapnak, vagy a filmekben. És te mit tapasztalsz, Károly? Igen, meg hogy a keresztény szemlélet. De van negatív is. Hát egy furi dolog ez, mert nehézebb állást foglalni. Mert azért azt mondja az ember, hogy az élet utat kell, hogy törjön, az biztos, hogy nem volt jó. Tehetség. Ahogy mondja a Biblia, hogy az ajándék helyet készít. Ez mennyivel jobb. Még egyszer legyen kedves? Az ajándék helyet készít. Nagyon jó. Ez jó. Igen. Tehát valaki zseniális, hát ugye 20-as, 30-as években nem volt főiskola. Hát ez az. Hát ez az, ami jó. Igen. Nézd, hogy lefordítsam. Nem is mennék bele, mert ez olyan messzire vezet, hogy nem érdemes az a foglalkozni. Hát például, hadd ne felmondok, hogy eladék. Most olvastam a napokban egy filmsztárról, akit... Kiről? Nem akarom mondani nevét, de annyit mondok, kínai vagy, hogy a szingapúri, tele a magyar, a HBO-n állandóan mennek a filmjei. Analfabéta. Nem ő írja alá a... Ne. Nem tud olvasni rendesen és írni. Ez legyen. Hihetetlen. De attól még zseniális, gondolom. Hát én nem tudom, hogy zseni vagy nem. A filmjeiért, én nem vagyok oda a filmjeiért, nehogy félreértés legyen. De hát állandóan látom. Hogy hívják ezt a Jackie? Jackie Chan. Tényleg? Ő analfabéta. Ne. Ezt számos Jackie Chan filmet láttam, de nem tudom. Kicsit tud írni, meg kicsit olvasni, de a embereket alkalmaz, hogy elolvassák a dokumentumokat, és ezeket.
Érdekes. Hát, én ezt a cikket olvastam róla. Az érdekelne, hogy miért nem tanult meg, mert az rendben, hogy akkor nem tudott. Rendben van, de mondom, hogy attól függetlenül azt a műfajt gondolom jól csinálja, ha ilyen sikeres. Hát népszerű volt a maga műfajában. Valakit meg tud tanulni bunyózni, akkor miből állna neki megtanulni a... Na de van még egy, ami a Karcsi számára lehet, hogy azt mondja, ez a hatodik mély ütés, vagy hány. Négynél vagy, ötödik. De hétig azért menjünk. Tehát, hogy úgy tűnt nekem a leírásból, hogy otthon viszont egy szörnyetek sokszor. És ugye a lánya hajléktalan, leszbikus. Jaj, micsoda történet. Menekülnek a gyerekei tőlem, olyan sokszor dűrolmokat kap. Na most ekkor ezzel kapcsolatosan mindig fölteszem a kérdést. Érdemes ilyen karriert csinálni, hogyha az ember nem. A legszeretettebb, legközelebb álló szeretteid veszíti el? Hát nem. Lehet harmonikusan élni ebben a szakmában? Figyelj, ez megint csak azt tudom mondani, és teljesen egyszerűen jönnek a mondatok, hogy nem a lehet, hanem ha megvan az a töltet, ami most már biztos vagyok benne, már megvan, akkor csak harmonikusan tudsz élni mindenbe. Nem tudsz, szakmába tudsz így, itt nem tudsz úgy. Sőt, olyan szinten, hogy elmondok még egy történetet, azt mondta apád nekem, énekeltem egy dalt az ATV-ben egy műsorba, egyébként egy létező musicalből, a Robin Hoodból, amit sikerrel játszunk már nagyon régóta, és igen. Én vagyok benne a tágbarát, és van egy fantasztikus Gatspell nota, és imádtam, a közösség imádja, 10 percig vagyok színpadon, és elviszem a tejfölt. És a borról énekle, és ez egy halleluja. És halálboldogan énekeltem, 5 évig, 6 évig, és jött velem szembe, hogy vagy, és úgy már ment el, azt mondja, azért a borról hallelujázni. Ezt így dörmögte, és elmondom neked, hogy azóta egyszer megcsináltam, nem sokkal utána, elfelejtettem a szöveget, és azt mondtam, hogy többet ezt nem fogom elénekelni. Szóval ez a hatodik mélyítés. Tudom, de azt akkor, de mondom így menőbe. Na, tehát én már... Károly, el tudod énekelni hallelujázni? Na. Melyikre gondolsz? Ja nem, mert így tudom. Tudom, de most... Van-e olyan gospel, amit el tudsz énekelni? Hát most nem. Most itt így élőben? De most azt akartam. Hát, egy kis tőled, részletet? Egy kis részletet. Hát... Mit? Mutass valamit, és mindjárt rájönnek le. Én nem biztos. Nem tudom. Mondjál te valamit, énekelj te, jó hangot. Valami kezdjük el együtt. Együtt kezdjük el. Most aztán licitáljanak a hallgatók. Még jöhetek máskor is. 12 óra van, látod, nem tudom, tudsz-e még maradni. Látod, erre is fel kell készülni. Igen, mindig, látod, jön magától ki. Ja, látom, kész, improvizáció. Nagyon jó, hát tényleg sok oldalú tehetség, de tényleg. Hol van, akkor mondok egy kérdés, teszek fel egy kérdést, Bibán. Hol van az, hogy egymás között szellemi énekkel, zsoltárokkal? Hú, ez nagyon nehéz. Nem, hadd kérdezze, mert most jön a hetedik. Délbe jött el a hetedik. Még egyszer legyen kedves? Hogy egymás között zsoltárokban és szellemi énekben Dávid. Ének. Hogy? Dávid királyna? Biztos, hogy ő a nagy zsoltáros, de nem csak ő dicsérte az urat. Súgjál. Szokott súgni. Igen. Súgjál Szandra neki. De most nem akarok hülyeséget mondani, azért nem merek. Pál. Egymás között Pál, gondolata volt. És most olvasom azt a részt. Most Pál nem voltól részegedjetek meg. Hanem a Szent Lélek. Akkor úgy pontosítok. 8. ütés. Miért? Ne Rozétól részegedjetek meg, hanem a Szent Szellemtől. Ez már rég nincs, úgyhogy ez nem ütés. Isten áldása. Még egyet dobsz azért. A Rozé volt a kedvence. Volt? Már nem Rozé. Rozé nem volt. Rozé. Az volt a kedvencem. Rozi? Rozi nem volt. Nem tudom, erre nem, ezt nem volt. Jaj, nem menjünk bele. Tessék, négy. Én vagyok akkor?
Társas játék, kedves hallgatók, 40 ezer forintnál áll, lehet még rá licitálni, erről a társasról van szó, és Károlyt addig nem engedjük el, amíg alá nem fogja írni. Doktorna. Igen, doktor, dobott négyet, és milyen mezőn vagy, milyen mezőn vagy? Mezei? Ló. Mezei? Ló? Egy ló? Hát, mert én még a startnál vagyok. Ez a kocka. De nem, te ott azt mondtad, most elárulom a hallgatóknak, hogy nem akarsz játszani, de... De, belerángattam. De hogy is, nem, mert minden kérdésre én válaszolom. Hát azért, de jó. Na, a lovacskát olvasom, a igen, lovacska. Kérem magamnak. Akkor újra kezdjük. Tehát Saul napok óta bolyong, apja elveszett Szamarai után, ez ószövetség. Megsajnáltad és segítesz neki. Lép vissza öt mezőt. Megsajnáltad a Sault. Ki volt Saul, azt tudjuk? Az megvan? Tudjuk, persze. Ki volt? Saul? Uh-huh. Hát ő Pál. Tehát ő ószövetség. Úgy van, ószövetségben mondja. És bolyongott Saul. Az apja elveszett Szamarai után. Hát ő volt Saul király aztán, jó? Aki aztán Dávidot üldözte. Így és van. És aztán tökéletes. Nagyon csúnyán meghalt. Ki volt az a proféta, aki a Sault fölkente és Dávidot is? Ha kezdőbetűt mond, légy szíves. Várjál. Nem, már. Sámuel. Így van. Igen, és Saul meghalt a... Na? A filiszeusok. Igen, de meghalt a tanítójával együtt, ha jól tudom. A fiával. Ki? A Saul. A fiával. Fiával, így van, a fiával. Jonatánnal, így van. Azaz. Azért összerakom. Alakul ez a Szent Pál Akadémia. Alakul, de intenzív szeminárium. Beiratkozik hozzánk a társassal. De dadogva is lehet, ez milyen furcsa lesz tőlem, mert szépen olvastam például a Rufnál a Mózes törvényeket. Azért mondom, mert életed végig beülhetsz a... és hallgathatod. És ekkora bizalmad életem végéig. Várjál, azt mondom, hogy ekkora szakáll, néha bejön a tanár úr. Hasonlattal akartam én, tudom, csak egyből. Ne, úgyis, hogy nem tudod, hogy akartam befejezni. De hasonlóban, azt tudta, hogy hasonlóban. Ja, jó. Tehát az, hogy bent ülhetsz, és mégis hallgatod, de nem sajátítod el. De most, ha konkrétan fölkészülsz, egy felvételire, és sikeres felvételit fogsz tenni, mert biztos vagyok benne, hogy sokan fognak segíteni is a felkészülésben, akkor viszont nem csak hallgatod, hanem benned is marad. És egyéb múlva úgy vágod. Így legyen meg. Jövőre is visszajössz, és teszteljük a tudást. Kisfiának a Saulnak az élettörténetét, hogy csak. Jövőre ugyanezzel játszunk? Hát lehet, hogy lesz újabb bibliai társas. Nem a magasabb szintre emmel fogok emelni. Legyen ez hagyomány. 11-kor milyen nap? Középiskolás szintre fogjuk emelni. Pénteken. 11-kor. Akkor péntek ne a halevés napja. Kimered mondani? Én nem tudok igényi semmit, mert én Isten igébe hiszek. Hogyha Isten is éltet, stb. Na jó, én mondom, ha... Ha az Úr is akarja, és élünk... Így van. Akkor visszatérsz. Ember, tudod, hogy a holnapi nap az téd lesz? Hát, tudom. Nem tudom. Tudom, de azt mondja, nem tudom. Én nem. Én hiszem, hogy az enyém lesz. Én nem. Nem én az Úrban hiszek. Én is. Hogy tartson meg. Egyet tudok, hogy ebbe pillanatban élsz. És ha most kellene elköltöznöd? Jó kérdés, és tiszta szívvel. Na de hová mész? Én jó helyre. Hová de mész? Hát megyek a mennyei Budakalászra. Na, most ez tréfából mondtad, vagy a szíved belső meggyőződésében, hogy a mennybe kerülnél. Én mennybe? Remélem. De még dolgom van, most nem mondj ilyet, mert azt mondja... Nem, dolgod van, de ezt figyelj ide. Ezt Isten mondja meg, hogy van-e dolgod, vagy nincs. Ebben igazad van. De olyan szépen mondja azt, hogy akiket kapsz, azokkal neked dolgod van. Tehát... Rendben van, de érted, sok ezt ember meg ember, sok dolga nem? volt, de mégis az Isten adja az időt, Isten adja meg a feltételeket, hogy a dolgainkat el tudjuk végezni. Ha, akkor azt mondom neked, és ez a válaszom, ha most úgy döntene, hogy most elvisz, akkor most, amit tudtam, azt megtettem, és azt gondolom, hogy hozzákerülnék. Az üdvösség az nem gondolat kérdése, hanem a hit. Azt hiszem, akkor...
Nem könnyű vele beszélgetni. Szívből hiszek. Szívből hiszek. Az igazságra. Az igazság. Szájjal teszek. Vallomást. Az üdvösségre. Az üdvösségre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus, meghalt az én bűneimért. És föltámadott a halálból, a harmadik napon. Az én megigazulásomért. Amen. Hú, és most legyen ez a zárszó, mert úgy tudom, Károlynak el kell mennie, ugye várnak a gyerekek, vagy valahova menni kell. Kislányomnak van egy ilyen bemutató az iskolában. Igen. Nem egy óráig lesz a karcsi? Hát már lejárt az óra, de felőle még maradhattok, mert én nagyon jól érzem magam, szerintem a hallgatók is. Úgy kell vadászom 5 percet veled, és most itt végre elrepült egy óra. Viszont azért még ösztönözzük a hallgatókat, hogy licitáljanak. Tehát például itt van Király Gábor kapus nadrágja, amit fölajánlott Gesztesi Károly licitre. Erre is lehet licitálni. A kikiáltási ár 30 ezer forint volt, már el is felejtettem. Szerintem 30 ezer forint, nem, 50 volt. 50 ezer? Az 50-et. 50 ezer forint volt. Vízilabda 40 ezer forintnál tart, azt is lehet még vinni, illetve feljebb tornázni. A társasjáték 40 ezer forintnál tart. Írjátok alá, légy szíves. Mindjárt kérem a kollégát, hogy jöjjön be egy nagy alkohol és filccel, tollal. Alkohol. Hogy, nem alkohollal, nem a rozéval, és nem is a rozival, hanem egy alkoholos filccet kérünk, amivel művész úr. Nehogy én kimond ezt a szót a kacsinál. Törlöm a szótáromból. Már akkor a szaloncukrot sem veszek. És még egy mondatban mesél, hogy igen, a karácsonyt hogyan fogod tölteni? Hát családiasan. Két nap szabadság van, 24-e, 25-e, és utána egyfolytában előadások vannak, duplák is. Úgyhogy, nem hát lesz hálad, sok pihenés. De január elején 3 hét pihenés lesz. Szilveszterkor várlak 31-én. Szilveszterkor vársz. Elfogadod a meghívást? Nem tudom, hát akkor hajnalba érkezem az egy turnéról. Mulatni nem fogok. Hol turné szerepelsz december 30-én? Utoljára? Szombathelyen. Mit? Miniszter félrelép. Jaj. Akkor is adjátok elő. Igen. December 31-én. Nem, a 30-án. 30-án. De addig egyfolytában. De én 31-én. 31-én lehet, hogy elmegyek. Ezt megbeszéljük. Most már nem mondhat nevet. minden kiejtett szóra vigyázzuk. Igen, nagyon óvatosnak kell lenni. Hogy mondtad, hogy amikor megbeszéltük, hogy jövőre ugyanitt találkozunk? Valamit mondtál, hogy... Ha élünk, és Isten úgy akarja. Igen, ha az Úr is akarja, és élünk, ezt szoktuk ez mondani. De volt még egy nagyon jó mondatod, amikor nem akartál valakivel elmenni valahova, és ez azóta használom, hogy gyere már, de ne haragudj, az én szellemem másfelé visz. Szentlélek vezetésre hivatkoztam, lehet. De jó. Én is kellemes ünnepeket, áldott ünnepeket kívánok neked, Károly, és a hitben való fejlődést, növekedést, és olvasd a Bibliát, az Istennek a beszéde. Amen. Amen. Nagyon jó volt veled, és komolyan 5 percet soha nem az, de most jó volt egy jó. Egész napot el tudnék vele tölteni. Azt majd megbeszélitek. Egy kis csomagocskát, amiben ugye társas van, meg ez, meg az, azt Károly, köszönjük elviheti szépen. Elviheti ezt a társas játékot? Nem, ezt nem viheti el, ez Isten őrz. Ez a drága változat. Ezt igen, ezt ki kell licitálnunk, és föl kell még strófolni az árakat. Ne is megizzadt. Meleg van itt. Meleg van itt. A stúdióban meleg van. Igen. Majd villamossal is kell ma mennem még. Úgy nem kaptad vissza még a jogsít? Á, nem, január 4-én kapom vissza. De nem baj, ott a függetlenül fogok járni. Újévi ajándék. De abszolút tömegközlekedek. Nem kell levizsgáznod újra közvizsgát? Nem. Kivételeznek veled. Ez már a harmadik. Ez már a tizedik. Nem, 11-dik. Elvesztettem a fonalat. Kemény, nem kimél. Kettő. Jó. De jó volt, jó is. Jó volt? Pintér úr látott, szerettégelen, vigyázz rá. Gondolom nyugodtabb időszak, ha az ember nem idegeskedik állandóan a forgalomban. Nagyon nyugodt. De az autód megvan? Ja, totál káros volt? Nem, teljesen rendben volt, csak egyből eladtam. Akkor nincs is autót? Most vettem már egyet. Hájás. Akkor készülsz. Készülök. De tömegközlekedni fogok. Jó az emberek között. Most, ha én elmennék a lakásodba, találnék rozét? Nem. És Bibliát? Nem. Abba van. Bőven. Most. Ja, de a Szent Pált, azt elolvastam már, hogy azért mondjak valami jót is. A Szent Pált, azt elolvastam. Az remek. Az új fordítások. Remek. Az új fordítást. Uh-huh. És remek a vége, nagyon filmes. Emlékszel a végére?
A végé, akkor mindenre emlékszek. De azt akartam mondani neked, Károly, hogy várom azt a pillanatot, amikor eljön, amikor megkérhetünk téged arra, hogy a Bibliának, főleg az Ószövetségnek, a gyönyörű szép történeteit olvast föl. Nagyon szívesen, bármikor. De most is valamit most... idézni akartál. Na. Sőt, felolvashat, figyelj ide, én ajánlok befejezésül, hogy igen, olvasson fel a karcsit. Abból a Bibliából, ami Németh Sándor személyes bibliája, és lehet rá licitálni, 180 ezer forintnál tart a licit. 1-12-nél, ott Ábrahám elhívásával kezdődik. Nálam nincs most itt a szemüveg, biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy a hangszíneddel a Bibliát a hallgatók közül többen megkedvelik. Eddig is kedvelték feltételezésem szerint, de ezután még jobban fogják kedvelni. A szemüveget? Hát nekem nincs. Nem baj, neked is kell már szemüveg. Megoldjuk. Igen. De nem baj, megoldjuk. Pedig még ifjú vagy te. Ez így jó. Ábrahám elhivatása? Igen. Jó. Majd én szólok, mikor elég, mert látom hosszú a fej. Ne, figyelj, nem is olyan hosszú. Olvasd fel a 13-ig. Van időnk. Jobb lenne a szemüveg. Milyen? Szemüveg jobb lenne. Olvasó szemüveg nincs senkinél itt hirtelen. Akkor nem kell. És mondta az ennyi urám. Ennyi körülmény lesz, igen, hogy nincs itt a szemüveg, mert én bemondom, hogy ez mind, ha valami hiba van, akkor megmondom, ez a szemüveg hiányával. Én azt tanultam, nagyon köszönöm. De azért kell csak a szemüveg, mert én azt tanultam, és szinkronban is mindig én előre olvasok 2-3-4 sorral lejjebb. Világos. Olvasom, amikor azt a tetejét mondom. Aztán. Tehát ez azért szeretem, akkor nem szoktam hibázni. Úgyhogy most elnézésre, főleg egy ilyen komoly dolgot. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala neki, és Lót is kiméne ő vele. Ábrám pedig 75 esztendős vala, mikor kiméne Háránból. És felvevé Ábrám az ő feleségét, Szárait, és Lótot, az ő atya fiának a fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránban tettek szert vala, és elindulának, hogy Kánaán földjére menjenek, és el is jutának a Kánaán földjére. És általméne Ábrám a földön, mind Sekem vidékéig, Móré tölgyeséig, akkor kananeusok valának azon a földön. És megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondta neki, a te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épít ott az Úrnak, aki megjelent vala neki. Onnan azután a hegység felé méne Bételből keletre, és felüté sátrát Bétel vala nyugatra. Hái pedig keletre, és ott oltárt épít az Úrnak, és segítségül hívá az Úr nevét. És tovább költözik Ábrám folyton délfelé húzódván. Azonban éhséglőn az országban, és Ábrám aláméne Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban. És lőn, mikor közel vala, hogy bemenjen Egyiptomba, mond a feleségének Szárainak. Íme tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy. Azért, mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez, és engem megölnek, téged pedig életben tartanak. Mondd azért kérlek, hogy hugom vagy, hogy jól legyen dolgom miattad, és életben maradjak te éretted. És lőn, mikor Ábrám Egyiptomba érkezik, látták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép. Mikor meglátták őt, a fáraó főemberei magasztalák a fáraó előtt, és elvivék az asszonyt a fáraó udvarába. És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De megveri az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal Száraiért, Ábrám feleségéért. Hívta azért a fáraó Ábrámot, és mondta, miért művelted ezt velem? Miért nem mondottad meg én nekem, hogy ez neked feleséged?
Miért mondottad, húgom ő? Azért vevém magamnak feleségül. Most már inhol a te feleséged. Vedd magadhoz és menj el. És parancsol a felőle a fáraó némely embereknek, akik elbocsátták őt, és az ő feleségét, és mindenét, ami vala. Amen. 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 Nagyon köszönjük. Órákig bírnánk hallgatni. Hát várjál csak. Azért azt gondolom, hogy karácsony előtt, ha Jézusnak a születését nem olvassa fel a Karsi, akkor egy nagyon-nagyon nagy mulasztást követünk el. Belefér még? Én nekem várjál, persze. Csak nehogy a gyermek egyedül maradjon és várjon. Nem lesz gond? Határozottan, hogy a Karsi olvasta a Szentlélek jelenlétét, meg a növekedését tapasztaltam meg itt a stúdióban. Remélem a kedves televízió, illetve nézői is vannak, rádiónézői és hallgatók. A televízió nézőkre. Majd arról is mondunk egy mondatot, igen, a televízió nézőkről, a műsorodról. Arra a rádió hallgatóknak a hibám miatt ismételten karácsonyi, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok, és arra szerettem értekezni, hogy a Szentléleknek a jelenléte itt a stúdióban növekedett, ahogy a Karcsi olvasta föl a názáreti Jézus Krisztusnak a születését. Azt még csak most fogja. És, bocs. De Ábrahámnál is. Mentségről mondom, hogy éjjel feküdtem le, és igen, most már minden nap ez így történik, úgyhogy én már ugye a Krisztus születésére koncentrálok. Világos. És a Karcsit szeretném megkérni, hogy a Lukács 2 első fejezettől egészen a 21. fejezetig olvassa föl Jézus születését. Biztos vagyok benne, hogy ikletettem fogja felolvasni, és áldás lesz a hallgatók számára. Kérem, nyissák ki a szívüket. Fülüket. Fülüket egyaránt, és engedjék be az írás szövegét, az igazságot a szívükbe és a lelkükbe. Biztos vagyok benne, hogy szebb és áldottabb karácsony lesz. Így van, hangolódunk. Mindenki számára. Ezt a Bibliát egyébként licitáljuk, csak halkan jegyzem meg. Uh-huh. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsokat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. És az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénus volt a helytartó. Mennek vala azért mindennek, hogy beírattassanak ki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel nem vala nekik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondd az angyal nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme részen. Mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vele. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok, őt tőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentetett nekünk. Elmennének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nekik a gyermek felől mondatott vala.
és mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nekik megmondatott. Amen. 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 Nagyon szépen köszönjük. Hála az Úrnak, hogy eljött a földre, és megszületett, és tudjuk, hogy föl is támadott, és dicsőségben van fönn az Atya jobbján, azért, hogy engemet és Karcsit is, és a kedves hallgatókat is megmentsen a pokoltól, a kárhozattól, és elnyerjük tőle az üdvösségünket. És ez a legfontosabb az ünnepben is. Ezért az ünnep az ünneplés valóban. Jézus Krisztus győzelmének az ünneplése. Ezért ezekben a napokban is a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus személyét méltányolják a kedves hallgatók, értékeljék, ráfigyeljenek. Eredetileg is a Jézus születés napját, ami ismeretlen természetesen tudják sokan, hogy azért erre az időre helyezték, hogy a sötétségnek és a világosságnak a küzdelméből a világosságnak a győzelmét hangsúlyozzák. És valóban ez történt. Jézus Krisztus föltámadásával a sötétségnek az ereje megtört a világ fölött, és egy új korszaknak a hajnala köszöntött be ebbe korszakba, és ha hajnal van, akkor tudjuk, lesz reggel, és ha reggel van, akkor tudjuk, lesz nap. Ez fog eljönni a názáreti Jézus Krisztusnak a második eljövetelekor, és ezzel az áldott reménységgel áldjuk meg most a Gesztesi Károly barátunkat, hogy Istennek a kegyelme áldása kísérjen Károly, hogy amit az ördög az életedbe lerombolt az elmúlt évtizedekben, az Isten hatalmas munkájának köszönhetően felépüljön, és olyan boldog, áldott ember legyél az életednek. Nem azt mondom a hátra levő időszakában, mert nincs hátra, hanem egy örök életbe torkolló korszakod van most már. Ennek az alapjai le vannak ragva, és rakod le, ne fordulj vissza, ne tedd a kezedet az eke, ha már az kezedet rátetted az eke szarvára, hogy mondja Jézus, ne nézz vissza, menj előre, és legyen a lelkedben, szellemedben akkora erő, hogy tisztában vagyok vele, hogy milyen körülmények között kell neked a hitédet megélned, hogy legyél ahhoz ellenálló képességet a különböző kísértésekkel szemben, amit a környezetet gyakorol rá, akár presszión keresztül, és légy bátor, hitvalló keresztény. Amen. Amen. Befejezés. Igen, majd bocsánat, te befejezed, és én előtte ad mondjak egy mondatot. Mondjad. Tulajdonképpen azon gondolkodtam már régen, de most hogy kijött azért, mert ezt mondtad nekem, hogy én a magam pőre is nem régóta jó, nem tudok jó szavakat használni, tehát én hadd mondjak én is áldást azért, hogy te vagy nekünk, mert nem több tudom, hogy mi szokták mondani, de aki annyi áldást adsz másoknak, és mindig azon gondolom, hogy ki az, aki neked mondja azt, hogy áldjon meg téged az Úr, és vigyázzon rád, és tartson meg téged nagyon sokáig magadnak, a családodnak, és nekünk. Köszönöm szépen, Karcsi. Én köszönöm. Isten áldjon meg még Isten egyszer. Igen. Boldog, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, de remélem, hogy új évig még fogunk találkozni. Nagyon köszönjük, hogy részt vettetek ebben a társas klubban, és akkor zárjuk ezt a társas klubot egy imával azért a hallgatókért is, akkor imádkozzunk. Jó, Sándor? Először akkor a Karcsi imádkozó, röviden utána én. Jó. Ez a 12. Nem, én nem tudom, én... Egy rövid áldás, csak egy néhány szavas. Én nagyon köszönöm az Úrnak, hogy itt lehetek, hogy ilyen állapotban lehetek itt, hogy tulajdonképpen összeszedett onnan, ahonnan azt gondoltam, hogy soha senki nem tud összeszedni. És nagyon örülök neki, hogy itt van egy olyan ember mellettem, akinek köszönhetem ezt az egészet. És jó itt, és jó vagyok, és nagyon szeretnek a gyermekeim megint.
És azt gondolom, hogy aki közönségnek is nagyon sokat tudok adni azáltal, hogy sikerült megtérni, és azt szeretném, és azt kérem még, hogy munkálkodjon a Szent Szellem bennem. Még erősebben. És jó, most nagyon jó minden. És ez így legyen továbbra is. Amen. 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 Mennyi atyánk az Úr Jézus hatalmas nevében, hálával és örömmel vagyunk a te jelenlétedben, és nagyon megköszönjük, hogy te megtettél mindent, hogy a válaszfal eltűnjön az életünkben, és szellemben, igazságban egyé váljunk te veled, a természeteddel, erőddel, életeddel, hatalmaddal, bölcsességeddel. Köszönöm, Uram, ezt a különleges időszakot, amiben élhetünk, amiről a proféták azt mondták, hogy királyok, proféták szerették volna látni ezt az időt, de nem láthatták meg, csak előkészítették, és előhírnökei voltak annak az időnek, amiben most élhetünk a kegyelemnek a korszakában. Köszönöm neked, Uram, hogy te kinyújtottad a kezedet azért, hogy megáldjál bennünket, és levegy rólunk az életünkről az átkokat, a terheket, az igákat. Nagyon hálás vagyok, Uram, a Károlynak az életéért, hogy a munkát elkezdted a szívében, és az a kérésem, hogy ezt a szent munkát folytasd az életébe, és adjál neki a szellemében, lelkében olyan megvilágosodásokat, amelynek következtében harmonikus, kiegyensúlyozott, egységes együttműködés tud kialakulni az ő lelke, szelleme, szíve és a Szent Szellem között. Hogy meg tudjon valósulni a te tökéletes terved az életében, és olyan legyen a karcsi, amilyennek te eltervezted. A te jelenlétednek, szellemednek, dicsőségednek a hordozójaként tudjon élni és áldás lenni a Magyarország számára, különösen a kulturális szférába. Tudjuk, Uram, hogy ez a szféra a hívők számára nem egy könnyű pálya, de adj neki kegyelmet, erőt, Uram, hogy egy jó bizonság legyen az emberek előtt, olyanok előtt, akik még tégedet nem keresnek, és nem is érdeklődnek. De add meg, Uram, hogy a karcsinak az életében, gondolkozásmódjában, értékrendjében bekövetkező változások olyan nagy hatással gyakoroljanak a lelkükre, szellemükre, hogy ők is te felét forduljanak. Hálás vagyok, Uram, a Hit Rádióért, az itt dolgozó testvéreimért, és a hallgatókért is, és mindazokért, akik munkájukkal, adakozásaikkal elősegítik ennek a rádiónak a működését. Kérlek, Uram, hogy áraz rájuk gazdagon a mennyből Ábrahámnak az áldásait, és töltsd be minden szükségeiket, angyalaidnak parancsoljál felőlük, hogy az utazásaik, közlekedéseik áldott legyen, és mindenben, amire ráteszik a kezüket, szintén áldás parancsoljál melléjük. Áld meg őket, Uram, örömmel, egészséggel, nagyobb kegyelemed kiáradásával, Isten ismeretének a növekedésével, és a családi közösségi életüket is töltsd be, örömnek a kenetével, Szent Szellemnek a jelenlétével, és különösen imádkozunk a Károllyal együtt, Uram, azért, hogy a Biblia az otthonokban, családokban beszélgetés szintjén is meg tudjon jelenni, amen, hogy a családtagok, szülők a gyermekeikkel, nagyszülők az unokáikkal, felnőtt a felnőttekkel, házaspárok egymással a Bibliáról tudjanak beszélni. Ezért kérlek, Uram, hogy indíts föl a hallgatókat, hogy minél többen vásárolják meg ezt a bibliai társas játékot, hogy megértsék, hogy itt nem csupán üzletről van szó, hanem ennél sokkal, de sokkal fontosabb dologról van szó, a Bibliának és Isten beszédének a népszerűsítéséről, és annak a megismeréséről. Ezért kérlek, hogy ezt a társas játékot is kent föl,
hogy az Istennek a kegyelmét tudja hordozni, és hozzá segíteni mindazokat, akik ezt abban a társas játékban részt vesznek, hogy világosságot, kijelentést kapjanak, hogy Jézus az Úr, az Atya Isten dicsőségére, és az ő nevére térje minden dicsőség, most is, mindörökké. Áld meg Budapestet, áld meg Magyarországot jóléttel, kegyelmeddel, és rombord le az ördög tervét, hogy a te neved meg tudjon dicsőülni ebben a városban és ebben az országban, a Jézus Krisztus nevében, és a határon túli magyarokat is áld meg, Uram. Amen. Kegyelmeddel törzs be őket vigasszal, és érezzék, Uram, hogy a magyarsággal élnek közösségben, és Krisztus testéhez tartoznak. Szeretjük őket, Uram, és különleges áldással látogass meg a határon túli magyarokat mindenhol, ahol élnek, a Jézus nevében. Amen. 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 Nagyon szépen köszönjük, és kedves hallgatók, ne felejtsétek, még lehet licitálni erre a társas játékra is, Német Sándor személyes bibliájára is, illetve a többi cuccokra is, a Pecsét gyűrűre, a Swarovski gyűrűre, Pet Robertson dedikált könyvére is, és minden befolyt összeg a Hisz jótékonysági akciójára, mely gyermeké étkeztetésre és a tűzifa akcióra. Úgyhogy várjuk a felajánlásokat, a licit tételeket. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Németh Sándornak, a hídgyülekezete vezető lelkészének. Köszönjük a köszönöm a meghívást, ugye Károly nevében nem mondhatom. Igen, de remélem jól éreztétek magatokat. Én nagyon. Nagyon jól ment a társas parti, úgyhogy gratulálok, Károly, köszönjük. Hát de sokáig, én azt gondolom, nagyon sokáig jutottunk. Köszönöm szépen. Hát én még a startnál tartok. Reklám. Minden márkás szemüveg keret.